dicsértessék a Jézus Krisztus. Mondja a gyermekem. Mondja maga. Nem értem, gyermekem. Azt hittem, gyónni szeretnél Isten akaratából. Gyónjon maga, Szentatyám. Én úgy se tettem még soha. Azt se tudom, hogyan kell. De maga, nagymester az ilyen játékokban. Ha nem megy, hívjuk ide Olafot, vagy Alexát. Könnyebb lesz úgy. Hívjuk néked Krisztus Urunkat segítségül, hogy megnyitasd a szíved a mindenható felé. Az evangélium szent szavai szerint a hit által a Krisztus Jézusban megbékélhetünk Istennel. Sőt, kész gyermekeivé fogadni. És mint mennyei atyánk, gondoskodni rólunk. Az ember változatlanul Isten teremtménye maradt, de szellemét illetően az ördög gyermekévé vált. Isten a teremtőnk, de az embernek újjá kell születnie a szellemében ahhoz, hogy az Isten az atya lehessen, ő pedig a gyermekévé válhasson. Nekem nem Istennel van gondom, hanem azzal, ami bennem és körülöttem történik egyszerre. A mindenható Isten, az egész világ Istene. De mennyei atya. De mennyei atya csak azoknak, akik új teremtményé váltak. Amikor Jézus nevében Istenhez megyünk megtérésre, mint bűnösök, minden, amit valaha vétkeztünk, minden, amik valaha voltunk, teljes egészében a múltunk is eltöröltetik. Nem vagyok bűnös, és nem akarom eltörölni a múltamat. Csak az álmokat és a valóságot szeretném külön-külön látni, és úgy tiszta elmével élni, Szentatyám. A szellemi háború az elménk, a gondolataink és a lelkünk ellen irányul. Az ellenség kizárólag a gondolatainkon keresztül férkőzik az életünkbe. Megpróbál minket a szorongás és a félelem érzésével a hatalmába keríteni. Depresszióba sodorni. Az elutasítottság, az elbátortalanodás és az önsajnálat érzésével sarokba szorítani. Ezek az érzések mind-mind gondolatként jelentkeznek először. Minden negatív érzés a félelemben gyökerezik. A világban az emberek életét a félelem uralja. A félelem a hit ellentéte. A félelem teljesen ellentétes azzal az úttal, amelyet Isten készített számunkra. Üres szöveg ez, és csak a problémámat magyarázza. De az nem, hogyan szabadulhatnék meg tőle. Rendben, jó van gyermekem, akkor ahogy akarod. Hívjuk ide Olafot, és kérdezd őt, gyermekem, ha nekem nem hiszel. Vagy hitben élünk, vagy félelmekben. A félelemtől egy módon tudsz megszabadulni. Ha megerősödsz Isten szeretetében. Vagy a valóságban élünk, vagy az álmainkban. Az álmoktól csak úgy tudsz megszabadulni, ha megerősödsz Olaf szeretetében. Nem. Ez csak álom. Gyerünk, Mineta. Gyerünk, kicsi lány. Ébredj fel. Igen. Ébredj fel, mert elaludtál. Mindjárt hívni fog Alex. Ez nem a valóság. Nem én vagyok itt. Te vagy itt. És ez nem áll. Csak én vagyok itt. Te vagy a képzelet. Én vagyok a valóság. Magadat csak álmodod. Csak én vagyok itt. Gyerünk, kicsi lány. Ébredj fel. Téged keresnek, kicsi lány. Bácsi megérkezett. Szia, Alexa. Ne haragudj.
Nem, nem érdekel. Csak azt akarom mondani, hogy végighallgatnám már egyszer végre az életbe. Nem, és nem megyek. Nem! Nem is kérlek, ne hívogass! Már az enyém vagy. Nem szabadulsz tőlem. Ki maga? Mit akar tőlem? Olaf bácsi nem engedel többé. Már az enyém vagy. Veled leszek nappal is éjszaka. Álmodban is. Ez nem álom. Ez nem, kicsi lány. Olaf bácsi megérkezett. Ki maga? Apád barátja voltam. Emlékszel? Kislánykorodban adtam neked ajándékba egy falovat, és te nem tudtad kimondani azt, hogy faló! Mit akart? Állandóan csak azt ismételgetted, Olaf! Olaf! De miért? Mit miért? Mi ez az egész, Olaf bácsi? Eljöttem, és leszakítalak. Már az enyém vagy. Nem szabadulsz tőlem. Téged keresnek. Jó napot kívánok, Nagy Györgyi vagyok a Magyar Telekomtól, és Lomnitz Anitát keresem. Nem én vagyok. Köszönöm. Tájékoztatom, hogy a beszélgetésünket az ide vonatkozó törvények értelmében ügyfélbiztonsági okokból rögzítjük. De nem én vagyok. Kérem. Ez egy téves hívás. Kérem, készítse elő 7-szemjegyű azonosító számát, amivel megkönnyíti... Nem én vagyok az az Anita, vagy hogy is hívják. Értse már meg! Nem. Nem! Akkor? Mit akkor? Akkor ez egy téves hívás. Érti? Téves! Végre, kicsi lány! Már órák óta hívlak. Vagy foglalt, vagy nem veszed fel. Olaf bácsi? Ki más? Baj van? Olyan furcsa a hangod. Vagy csomós kerti? Nem. Vagyis, hogy... Mit is mondtál, Olaf bácsi? Mikor kerestél? Már vagy 5-ször, 6-szor is, vagy többször is talán. Egy pillanat. Nekem most le kell tennem, Olaf bácsi. Az az igazság, hogy elaludtam, és Alexa is látom, sokszor keresett. Tudod, találkozót beszéltünk meg, és tényleg elaludtam. Azért hívott biztos annyiszor. Akkor hívni fog biztosan megint. Szia, Olaf bácsi, le kell tennem. Alexa az. Szia. Ne haragudj, elaludtam. Régóta vársz? Mennyi az idő? Elhaludtál. Legalább kipihented magad. De nem haragszol rám, hogy feleslegesen vártál. Hol? Az étteremben, ahová megbeszéltük. Hol vagy, cicám? Milyen étterem? Reggel 9-re. A Lalibelában. Tudod, a Mamónál. Mi van vele? Az a múlt héten volt. De akkor most... Csak azért hívlak, hogy mi volt a pszichológus haveromnál. Segíte? Nincs már baj. Miranda? Ahó, Miranda?